A Rákóczi Szövetség a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan hirdetett meg egy diákutaztatási támogatást, ebből tudták az iskolák tanulóit elvinni a tanulmányútra. Ez a forrás lényegében abból állt, hogy a Rákóczi Szövetség a március 15-i nemzeti ünnepnapunkhoz kapcsolódóan hirdetett meg egy diákutaztatási támogatást, és ebből a támogatásból tudtunk az iskolánk tanulóival elmenni erre a tanulmányútra. Ez jutalomútnak számított a diákok számára. Karcagról indultunk el erre a diákutaztatási programra. Először a Füzéri várat látogattuk meg, megismertük Füzér nevezetességeit, a vártörténelmét, utána mentünk Szlovákiába, ahol egy fogadóiskola fogadott bennünket, és ott is a város nevezetességeit néztük meg. Előtte az útra felkészültek a diákok, tudták, mit fognak megnézni. A történelmi nevezetességeknél koszorúztak is. Én úgy gondolom, hogy élvezték az utat. Először is hát egy fogadóiskolával találkozhattunk, ahol az igazgatónő mutatta be az intézmény történetét. A városnak meg számos nevezetességét tekintettük meg. Itt kiemelendő például a Kassai Szent Elzsébet Székesegyház, a Rákóczi Kripta, a Rodostói Ház, vagy említhetem Márai Sándor emlékszobrát is. Két intézmény is koszorúzott, természetesen az iskolánk is helyezett el koszorút, nevezetesen itt a Márai Sándor emlékszobránál, illetve velünk tartott a Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület is, ők is helyeztek el koszorút, ők a Rákóczi kriptában. Hazaérkezés után megbeszélte az oktató diákjaival a látottakat. Itt nem csak a tanórai keretek között, hanem itt hazafelé úton is egy vízjátékot készítettem a diákjaimnak, ahol szintén a napi élményekből tartottunk egy vetélkedőt. Füzesi Dóra Zsófia technikus tanuló is részt vett a jutalomúton. Nekem nagyon tetszett, főleg a Füzeri vár, meg a Kassának a látványosságai. Előtte tudjuk, hogy készültetek. Mit vártál a látványosságok közül legjobban, mit szerettél volna megnézni? Legjobban inkább Kassának a területeit, hogy néz ki, meg a legjobb nagyobb nevezetőségét, meg hogy most így külföldi szempontból, hogy most egyáltalán meg tudom-e magamat úgy nagyjából értetni. Úgymond, hogy tudom-e használni az angolt. És tudtad? Nem igazán, mivel hogy úgy beszéltek, meg nem igazán tudtunk úgy rendesen kommunikálni. A fogadó iskolában neki nem tetszett az ottani oktatás, a karcagi jobb. Szerintem inkább itt Magyarországon belül, lehet ott is jó az oktatás, de nekem a idei inkább jobban tetszik. Tehát gondolom ott is hasonlóak a feltételek, mint itt. Igen, hasonlóak. Amikor hazajöttél, készültek fotók, otthon megmutattad anyukádéknak? Igen, megmutattam nekik, és nekik is nagyon tetszett, főleg a Füzéri várba a látkép. És akkor esetleg el is mentek nyáron családdal? Ezt még bizonyosan még nem tudjuk, de lehetséges, hogy nem idején, hanem lehet a későbbiekben. De akkor most ez a Szent Anna is út, akkor ez neked sok élményt adott, ebből lehet egy kicsikét töltekezni még a tanév végéig. Igen, lehet. Igaz, már nem tudok történelmet, de egy kis ismétlésnek belefért.